Mindenkit szeretettel köszöntök! A mai alkalommal a kör és a poligon rajzelemmel fogunk megismerkedni. Először rajzoljunk egy költ. Válasszuk ki a kör eszközt, majd meg kell adnunk azt, hogy hány oldallal közelítse a kört a SketchUp. Ez a jobb alsó sarokban látható 24 szegmenssel fogja leírni, ezt egyelőre fogadjuk el adjuk meg, hogy melyik síkon szeretnénk költ Most a körünket jelképező ikon kék színű, ez azt jelenti, hogy a zöld és vörös tengelyen meghatározott síkon fogunk költ De ha a nézetet elforgatjuk, akkor fogunk találni egy olyan nézetet, amikor ugye a amikor ugye zöld színű lesz a körünk, vagy éppenséggel vörös színű lesz, tehát meg tudjuk adni azt az alapsíkot, amin a költ létre szeretnénk hozni. Miután eldöntöttük, hogy melyik síkon hozzuk létre, klikkeljünk az egél bal gombjával. Megadtuk a kör középpontját, ezután nincsen más hátra, mint hogy a sugár nagyságát megadjuk a témánk által meghatározott egységbe ez most méter, és egy 5 egység sugarú kört hozunk létre. Enterrel befejezzük a rajzolást, és létrejött maga a kör. Válasszuk ki a kör kontúrját a kijelölő eszközzel, jobb klik, Entity Info. Látható, hogy egy szörkör elemről van szó, a szegmensek száma 24, ezt át lehet írni mondjuk 12-re, akkor durvább lesz, vagy 48, akkor még finomabb, a sugár is módosítható utólag, legyen mondjuk csak 4, ez is megvan, valamint hogy a nullás léjelen van, de erről majd még később szó lesz. Most egy kicsit előre szaladunk, és a push-pull tullal húzzuk ki ezt a kört a térbe. Megadjuk az alapsíkot, elmozgatjuk fölfele, ha az, ha az irány, amit szeretnénk, az és itt is megadhatjuk ugye a kihúzás mértékét, ami legyen 4 méter. És elkészítettük az első háromdimenziós testünket. Igazándiból ez a SketchUp program alapja, eszenciája. Ha erre ráhangolódunk, akkor tulajdonképpen mindent tudunk. De azért csináltunk meg ezt, hogy lássuk, mi a különbség a poligon és a kör között. Most rajzolok egy poligont egy picit arrébb a nézetet, kiválasztott a kör mellett látható poligon eszközt. Rámegyünk, ugye itt egyből megkérdezi a jobb-alsó sorba, hogy mennyi legyen az oldalak száma, hát legyen most ez mondjuk 8, fogadjuk el, klikkelünk, meg kell adni, ugye a poligon köré írható kör sugarát, ez legyen mondjuk 3 méter, elkészült a ezt is húzzuk ki a Push-Pull túllal. Két háromdimenziós objektum látható. Most kijelölöm ennek a poligonnak az egyik kontúrvonalát, jobb klik, Entity Info. Látható, hogy itt még utólag módosítható a sugár, mondjuk négyre, fölül, és természetesen alul is meg lehet ezt adni, de a szegmensek számát nem lehet már átírni. Ezt akkor tudjuk megtenni, ha nem húzzuk ki. Tehát ezt utoljára akkor tudjuk átírni, hogyha még nem húztuk ki. Nosza, rajzoljunk még egyet. Ugye elkészült a borigon, kiválasztom a kontúrt, jobb klik, Entity Info, kicsit a képernyő közepére tolom, hogy jól lássuk. Látható, hogy a szegmensek száma 8, de lehet ez 3 is, 4 is, 5 is, 6 is, és természetesen így mehetünk tovább, de akár 48 is, és tulajdonképpen ez olyan, mintha egy kört kapnánk. Ezt is húzzuk ki, hogy egy hengert hajzoljunk, hoppá, tehát a push-pull húzzuk ki, hogy egy hengert kapjunk, és látható, hogy két hengerünk van, de eltérő módszerrel hoztuk létre. Az egyiknél, ami ugye körből építkezik, az alkotók nem húzhatóak ki, jelzi is ez felénk a SketchUp, hogy ez egy puha felület. Míg a poligon eseténél, ugye a szegmenseknél a lapok megfoghatóak, és kihúzhatóak. Természetesen a kör esetében is van lehetőség arra, hogy az alkotókat megjelenítjük, menjünk a View, és válasszuk ki a Hidden Geometry opciót. Ilyenkor megjeleníti az alkotókat a SketchUp, és amint lehet látni, meg is lehet ezeket ragadni. Amint kikapcsoljuk a nézetből a rejtett geometriát, akkor már nem lehet kihúzni az alkotókat, csak azokat tudjuk módosítani, amelyeket ugye az előző módszerrel már kihúztunk. Látható tehát az, hogy poligon segítségével is tudunk létrehozni költ, hogyha a szegmensek számát megemeljük, mégsem teljesen ugyanúgy viselkedik a két rajzi eszköz. Remélem a videó sok mindent tisztázott, innen fogjuk folytatni.